Na jó reggelt mindenkinek, szavaztok. Nem fogom hosszan húzni, mert nincs sok időm, illetve hát én ráérek, csak nektek nem akarom hosszan tárgyalni. Meg hát vasárnap reggel van, ilyenkor a kutya sincs itt, jóformán, csak mi barmok, akik végeztünk a melóban, mert én is éppen hazafelé tartok, szokás szerint. Nem ez különösen mondandó, hogy a mai vlognak sem, mint hogy a tegnapinak sem volt kimondottan olyan kifejezetten nagy témája. Csak most, hát egyrészt most mondanám azt, hogy azért csinálom, hogy legyen valami fönt a csatornán, de nem csak azért csinálom, hanem mert az a helyzet, hogy nem merek már ígérni semmit. Már azzal kapcsolatosan nem merek ígérni semmit, hogy mikor lesz, meg mi lesz a csatornán. Mert nagyon úgy tűnik, hogy az élet az... Na hát rendőrség. Hát a rendőrség azért aktív még vasárnap reggel is, de egyébként tényleg kihalt a város. Na, szóval, hogy az élet mindig keresztül húzza a számításaimat, tehát ez a rohadt GPS, hogy állandóan újra tervezés. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy hát készre rá. Vagy a spanyol mondja, vagy what will be, ahogy az angol mondja, tehát ahogy lesz, úgy lesz, mondjuk magyarul. Nem tudom tényleg, hogy fog alakulni. Vannak elképzeléseim persze, de hát az a helyzet, hogy hiába van nekem A, meg B, meg C terve, hogyha az élet az E-t, meg a F-et, meg a G-t is keresztül húzza, majd meglátjuk. Tehát mostantól kezdve akkor nem ígérem meg, hogy mikor, merre, hány méter, tehát hogy mikor, milyen tartalom lesz. Igyekszem a, hát ha nem is feltétlenül a napi vlogot, de azért minél többször, ha más nem, akkor vlogot mindenképpen. És akkor közlekedési videók is lesznek természetesen, amint oda jutok, hogy közlekedési videókat készítsek. Tudom, valaki megjegyezte, hogy a gyaloglás a közlekedésnek egy formája, tehát kvázi ez is közlekedési videó, de hát ennél azért mégiscsak, hogy mondjam, igazságosabb, vagy nem is igazságosabb, ez így rossz kifejezés, inkább azt mondom, hogy ténylegesen közlekedési tartalmú videókat akarok készíteni, ugye vonat, busz, stb. Hát majd meglátjuk, hogy hogy jön össze. Jelen pillanatban még nem látom a mikéntjét, meg a hogyanját, mert hogy mondom, hát azok, amik el voltak tervezve, azok most egyelőre kútba. Tehát marad az, hogy nagy valószínűséggel maradnak a vlogok, így a elkövetkezendő cirka egy hétben. Aztán meg úgyis mindjárt szeptember van, úgyhogy szeptembertől meg meglátjuk, hogy lesz, meg mint lesz, hogy milyen sűrűséggel tudok közlekedési videókat készíteni, illetve hogy vlogok milyen sűrűséggel fognak megjelenni a csatornán. Na, úgyhogy, hát most igazság szerint csak ennyit akartam mondani. Egy kis türelmet kérek szépen addig, amíg úgymond meglátom, hogy hogyan alakulnak a dolgok, meg helyreáll a rend. Aztán majd igyekszem az alkalmattán mégiscsak informálni mindenkit, hogy ha megvan az, hogy valami fixen tényleg megvan, vagy már utána vagyunk esetleg, mert az a biztos, aminek már utána vagyunk, akkor az hogyan valósulhat meg. Vagy ha már megvalósult, akkor arról, hogy hogyan lesz abból látható film, vagy mikor lesz abból látható videó a csatornán előre, így valószínűsíthetőleg, mert... Na hát bocsi, kicsit remeg a kép, de hát már rohadt fáradt vagyok, és már nehéz tartani a telefont, meg a selfie botot. Stabilizátort meg ugye ott hagytam, mert ezért most minek. Na várjál, meg tudom kiegyensúlyozni. Jó, na. Szóval, hogy hát ez van. A tegnapi malőr, meg,
Hát ez, igen, ez részben az én figyelmetlenségem is volt, mert az a baj, hogy mostanság a videóvágó programommal szeretve nem szórakozni. Ebből adódóan néha másképp rendeli a filmet, mint ahogy én azt szeretném. És van, hogy ezt csak utólag veszem észre. Hát tegnap pont nem vettem észre, hogy benne hagyott egy olyan részt, illetve beleszúrt egy olyan részt, ami nem kellett volna. Ezért kellett javítanom, és ezért töröltem le, és ezért tettem fel újra, aztán délután. Remélem, hogy most már élvezhető formában van, nincs benne semmi olyan jelentős hiba. És akkor majd a jövőben, hát remélhetőleg, hogy nem lesznek ilyen balesetek, majd igyekszem figyelni rá. Na, hát akkor most így kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, majd ha minden igaz, akkor holnap talán találkozunk. Ha meg nem, akkor majd a jövő hétfőn valamikor. Na, köszönöm a figyelmet, jó pihenést mindenkinek, bye everybody!